12 éven aluliak számára nem ajánlott. Margaret irodája. Jerry vagyok. Kivel beszélek? New Yorkban maradok egy időre. Na és az egyetem? Nem mások írásait akarom elemezni, Carl. Írni akarok. Mit szólna egy irodalmi ügynökséghez? Remek. De írógépen tud gépelni? Nagyon más, mintha egy olyan kompjútert használna. Megvolt már a szónoklat a digitális kor ártalmairól? Itt nincs kompjúter? Láttam, hogy működnek, csak megsokszorozzák a munkát. Megjelentek versei? Igen. Hagyjak ki. Az írók rémes asszisztensek. Munkára. Több százan voltunk, akik kiadók irodalmi ügynökségein dolgoztunk. Mi is írók akartunk lenni. Talán maga is regényíró? Joanna az asszisztensem. Írókat nem veszek fel. Tippeljetek ki az ügyfele. L. Rice. A pápa. Thomas Pynchon. J.D. Salinger. Na ne! Salinger? Biztos azt hallotta, hogy őrült, de nem ő a gond, hanem akik szüntelenül a címét vagy a számát akarják. Kedves Mr. Salinger, háromszor is olvastam az abhegyezőt. Jesszusom, ezt a Rahedli megszállott idiótát! A rajongói levelei, maga válaszol rájuk. Salinger nem kapja meg a leveleit. Egyet sem. Mr. Salinger nem fogad leveleket az olvasóitól. Elküldte a levelem Salingernek? Elküldte neki a levelet? Nincs joga megtartani a levelemet! Jerry kedveli önt, és én nem akarok változtatni a szokásain. Nem akarok szokás lenni. És mégis mit tervezel? Azt hajtogatod, hogy írni akarsz, de csak más íróknak gürizel. Akarnia kell. Jobban, mint bármi mást az egész világon. Ne rekedjen meg a hívások fogadásánál, Joanna. Maga költő. Átlépte a határt. Ingoványos talajra tévedt. Erkölcsileg és jogilag is. Na jó, vége a munkának. Margaret Qualley. Az Oscar-díjra jelölt Sigourney Weaver. Nem akartam átlagos lenni. Kivételes akartam lenni. Egy évem Salingerrel.